אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות כרך ו חלק תת תיס פילתא מבו אולבשונק a hatodik részből, a 16. fejezetből, a Bia világairól, az 52-es pontból, az Or Pnimi, a most már megérthetjük, innen kezdődik ez. Kérdéseket föltenni a Kabbala tévén keresztül, megfelelő kérdéseket kisugározzuk a lecke során. Mondják az oldalszámot, a Bia világairól olvasunk, 52-es pont, és most már meg tudjuk érteni, innen olvassuk. Oké, mondja Rav, emlékezzünk rá, hogy mit olvastunk tegnap. Olvassuk az 52-es pontot újra. Tehát ne lepődjünk meg, ahogy a Zohar könyvében felbukkan néhány helyen a kérdés, hogy van a klipa, amelyik össze van keveredve a szentséggel, de a bűn után, amikor a Jecira beöltözött az Asziába, lezuhant, a Jecirát is úgy nevezzük, hogy Ecchadát, azaz a tudás fája, amelyet eddig az Asszia birtokolt, és ilyen módon teljes egészében elmagyarázzuk a tudás fájának magyarázatát. És most jön az Or Pnimi, és akkor innentől jön az, hogy megérthetjük. Akkor megérthetjük, hogy mit írt az 52-es pontban Rav, azaz Ari. Az Adam Harishon, amikor a Zerampin felemelkedett a felső Abamá imához, és a Mohinda Haya, az pedig ragyogott, annak érdekében, hogy mind a 10 firát felemelje az Asszia világába, csak a Garde Jecira volt elérhető, és ez maradt a Parsza alatt. És ez azért volt így, mert nincsen semmilyen állapot a felülről lefele, amely a Mohinda Haját te tudta volna kiterjeszteni, csak a belső Abba ima, mivel az el volt rejtve azonban, csak a Vagda Hokmának a felébresztéséről van itt szó, mondja Rav, és ebből kifolyólag kizárólag a Garda Jecira jelent meg, amely az Acilus világához fel tud emelni a fényeket, a kérés fényeit. Azaz, ilyen módon a zivug, amiről szó van, ami a teljes parcufot magyarázza Adam Harishonon belül, nyilván a sabat estején, bár a parca alatt marad, mégis bele tud öltözni a felsőnek a fényeibe. A Vagdai Jecira azon nem kap semmilyen tikkunt, korrekciót ezekből a mohinokból, mivel nincsen felülről lefelé történő állapot, amely kiterjedne a vakban is, és ezért megérthetjük, hogy miért ilyen Rav a második behináról azt, hogy ez csak a sabat estén, az éjfél után jelenik meg, amikor a Zerampin felemelkedik az Arikampinhoz, és megszerzi a Jehidának a fényeit onnan. Mégis azonban csak a Gárnak a segítségével történik az, hogy az Olamassia képessé válik felemelkedni az Aciluthoz. De a Zaddeassia az mindig a Parsza alatt marad, és nem kap semmilyen tikunt korrekciót. Rav. Ez azt jelenti, hogy a Garde Haya és a Garde Jehida az nem tud megjelenni az edényekben, mivel ez tilos, ezeknek a magas fényeknek a megjelenése, hiszen ez okozta a törést. És ez azért van így, mert az alsónak a helyi fénye, a Mohinda Jehida, az a Hei Tetában a pej tud felemelkedni a szájig, és nincs a Behina Daleten zivug, csak kizárólag a Behina de Jezud de Malchut szintjén, és ebből azokból kifolyólag a Nukva de Zerampin nem tud felemelkedni, és ebben a zivuggal összekeveredni, mivel a saját Behinája sem képes elérni, és ennek az az oka, és mindennek az az oka, hogy a Nukvának a binája a Guf de Zerampinnal össze van kapcsolva, amely a Zivug de Zerampinnak megfelel, ezt hívjuk Leának, amikor a Zerampin behinájától felfelé mégis megtörténnek a fények kitöltése. Ez az, amikor a Nukva szerelembe esik a Zerampinnal, ugye ez Jákob és Récsel ugye összekapcsolódik.
és nincsen hispatút, kiterjedés felülről lefele a Rachel állapotában, ezt követően pedig kizárólag a Haze-tól lefelé a Zerampinig terjed ki az Arihampin, és jelenik meg a Jehida fénye. És a Hazétól lefelé, a Melkastól lefelé, pedig Rachel, az a Nukva de Zerampin szintje, amely az Abeveima szintje alatt marad, azaz ő nem kap semmit a Mohin de Jehidából, tehát a Jehida fényeiből. Ezért az Asziában is kizárólag csak az ő gárja marad meg, amely a Nukvától, a hatalmas Nukvától, a Leától, a Gárde Aciútból kap valamit, de a Gárde Aszia azonban nem tud kapni semmit ezekből a Mohinokból, azaz nem képes felemelkedni az Acilúthoz. Azaz mondja Rab, olvassunk először, nyilván az emberek semmit nem ért meg belőle, de hát tudnunk kell, hogy mi az Acilút világában vagyunk, és a Parsza választja el a Bia világait az Aciluttól, tehát minden, ami a Bia világaiban van, annak korrigálódnia kell, és így kell felemelkedni, mert az Acilúthoz, a korrekció után. Tehát, mivel itt hatalmas erő fények vannak, de amik nem tudnak megjelenni a Biában, tehát a megszerzési edényeket nem tudják felemelni magában, a Hazétól lefelé jelennek ezek meg, a Jecera és az Aszia párcufiaiban, tehát ezeknek a gár része a Hokmához tartoznak, és a Jehidához, ugye ezeknek a parcoknak a gár része, és ennek ellenéképpen nem minden edény tud felemelkedni a Parsza fölé, valamelyik mindig a Parsza alatt marad, és ezt az okozza a törést. Hogy vannak edények, amik a Parsza alatt fényeket kapnak, és eltörnek. És nyilvánvalóan ezek nem tudnak részt venni a korrekcióban, és meg kell, hogy értsük azt a fajta számítást, ami történt, az helyes volt a számítás, azaz nyilván ők azáltal örömet akartak okozni a teremtőnek, hogy megszentségesítik magukat a fénnyel, tehát az egész edényt kitöltik, azonban ezek a helyek, ahol ide a fény behatolt a Parsza alatt, el voltak rejtve, mert Parsza alatt voltak, és ezért, amikor megjelentek a fények, törést kaptak. Annak ellenére, hogy ők adakoznak adtak ezzel. Sőt, még a harmadik állapotban is, amely a sabat estéjén belép, ez a szürkületkor történik, amikor az alsó hat része az Asziának felemelkedett az Acilúthoz, de ez nem volt egy teljes felemelkedés, a Behin az Dalet Zivugján, mert ez szinte teljes egészében tiltott volt. Ez azt jelenti, hogy látszólag a Jehidam illuminált, de mégis az Abde Asszia az felemelkedett a Parsza fölé a sabatkor, és azért a Radla el lett rejtve, és ezért a sabatnak a gondolata az egy hatalmas uralmát jelenti a szentségnek, a kedusának, ahol minden bűn az megtermékenyedik a kedusa által, a szentség által, és ilyen módon megjelenik a herára a ragyogás, ez csak a sabat napján történt a bűnök fölött, nem előbb és nem később, csak a sabat szentsége által. Ez olyan mondja Rav, hogy mi szentséggel adjuk át az Asziának az edényeit felülről, de ezeket a fényeket nem tudjuk alulra vinni. Rav az életfában azt írja, hogy Adam Harishon az kizárólag a felső világokat tudta magában korrigálni, és nem tudta korrigálni az Aszia világát, mert ez a klipák uralma alá tartoztak, és ezek a világok, ezek az ahor állapotában maradnak, azaz, ezért mondja Rav, ezek fenntartják az Ahoram állapotát, és azok, akik az Ahoram állapotában vannak, ez a jelentése annak, hogy idegen istenek jelennek meg az Ahoram állapotában, a parcukban. Az idegen istenek, tehát már istenek, az idegen istenek azt jelenti, hogy ezek a zonhoz kapcsolódnak hát-hát állapotában. Tehát erőket érzik el a zon, amelyeket nem tudja honnan származnak. Ez egy formegyezés érzése, de nem helyes. Magyarázat. Tehát Zerampin, amikor felemelkedett az Arihampinhoz, ezáltal az Abnak a fénye, amely a hely Tatához, a Pech szintén megérkezik, az azt jelenti, hogy ez magyar a... Ez a sabat estéje előtt jelenik meg, és még nem igazi hely, tehát nem az alsó hely, mert az el van rejtve a UK Waffhely betűiből, és ilyen módon
Ez csak a Mohinde imának a szintjét adja meg a Jehidának az illuminációval, azaz a Jehida fényének teljes naranhája nem jelenik meg, és ilyen módon a Zerampin csak a nesamáját kapja meg a Jehidának, és ilyen módon a Zerampin és a Leá tudja fölemelni egymást a Jehidához, és Rachel az alul marad. Mit jelent ez, mondja Rav? Mivel a Malhut a Binához fel tud emelkedni a Binához, de ez csak a Jeszot szintjén tud megtörténni. Ezért a fény nem eléggé erős, hogy korrigálja Malhutot. Az ismert, hogy a Mohinde Neshama az kizárólag a Gár szintjén ereszkedik le, a Hazétól felfele, és a Hazétól lefele azok ahor állapotban maradnak Rachellel, ahogy az írva van, tehát a női parcuffal, és ilyen módon lesznek külső és belső részei a férfi parcufnak, azaz a lesznek megszerzési edények és adományozási edények, amelyek külső és belső edényekként lesznek felosztva. És csak egy kicsi illuminációt kapnak az edények panim állapotban, amit Habat Hagatnak nevezünk, és az ahorány edényei, a nehi edények, azok rejtve maradnak a Hagaton belül, Rav. Ez azt jelenti, hogy egyfajta elrejtés marad az edényeken belül, vannak hatalmas edények, óresű vágyak ezek, amelyek a parcufban léteznek, de nem érezhetőek, mert nem kapnak fényeket. Tehát ezért mondjuk azt, hogy nem lehet ezekhez fordulni, még aurám állapotában sem, hiszen ezek a hiányok nem érezhetőek, nem bukannak, nem fordulnak be a valóságba, hiszen nincs kitöltés ennek a hiánynak megfelelően. És ezért van így, mert el van rejtve a külsőségük ezeknek, mert nyilván a pársza megállítja a fényeket, hogy ne engedje el tűnőre az edényeket. Azaz, a fény, amit ezek a megszerzési edények kaphatnának, nyilvánvalóan csak adakozó szándékkal akarnak belépni, és ilyen módon az acilut ugyanúgy fényeket akar adni, mint a törés előtt, azonban a Nehide Asszia megállítja a fényeket, a felülről lefelé áradó kiáradást, és a tikuna korrekció az kizárólag a parsza lenullázódásával jelent meg, ami megállítja a fényeket, és ezért az acilut fényei azok a klipákban csak többé nem tud úgy kiáradni, mint az edények törése által. Ezért mondják azt, ugye ezekben az edényekben, ha eltörli a klipa a párszát, akkor ide hatalmas fények zuhannának be, és óriási törést okoznak. Na folytassuk csak, mondja Rab. Nézzük meg, hogy mit mond. Itt is talán megnézzük részleteiben. És akkor kiderül, hogy a Nehide Asszia az el van rejtve a belső részben, és ilyen módon a sefának, a felső bőségnek a felébredésztése, ez megjelenik, és ezért a klipa megkülönböztetődik a kedusától, és a Panim de Asszia edényei megkapják alulról felfele a ragyogást, azonban ez a párszának a limitációra megfelelően történhet csak meg, és ilyen módon a bia megszorított részei nem kapnak fényeket, és a klipa elszívná ezeket a fényeket, azonban amikor az Ahoráim edényei felérődnek a szag szintjén, akkor a gár illuminációja eltörli a párszát, és ez azért van így, mert ez a bejön a gárból kapnak fényeket felülről lefele, és ez felül lefele eltörölheti és a párcát, és el is tör az edényeket. Tehát értsük meg, hogy mi a különbség a klipa és a kedusa között, a szentség és a szentség között. Vagy felülről lefele kapunk valamit, alulról felfele próbálunk megkapni valamit. Mi a különbség itt, mondja Rab? Tehát mi a következő, hogy mondani? Mi a különbség? Tehát a megszerzés, ugye a kapnakarás. Tehát vagy azért kapsz, mert adakozni akarsz vele, vagy azért kapsz, hogy megszerez vele. De a megszerzés maga nem változik, a szándék változik. Tehát attól függően, milyen a szándék, megszorítom a szándékot, vagy pedig nem. Tehát van egy vágyam, ugye, és akkor itt én vágyom, mit tudok tenni, mi az, ami kitölt engem. Mondjuk szomjas vagyok, akkor vizet kell innom. Tehát a kérdés az,
Hogy azért iszom, hogy adakozzak, vagy azért iszom, hogy megszerezzek. Először ez az egész játék. Az edény, az mindig edény marad, de neki van egy tulajdonság, az nem változtatható meg. Mose, olvasd tovább. Ezért a klipákat úgy is nevezzük, hogy más istenek. Mivel Ari elmagyarázza itt, hogy, enne, hogy ez azért van, mert Ahoráim állapotában kapcsolódnak össze, ez az Ahoráim de Asziába, amely a Nehi felett van, ami a Sefának, a felső bőségnek a kiterjedése felülről lefele, amely folyamatosan a klipákval és árad, ezért ott aktuálisan egy állapotot okoznak, ez a Leve Evennek a megszületését okozza, a kőszív megszületését. A probléma az, hogy addig, amíg az ember... Tehát meg tudjátok tanítani a klipát arra, hogy a kapni akarás az romboló? Tehát, hogy a megszerzés érdekében romboló. Meg tudjuk tanítani erre a klipát? Benti válasza nem. Nem tudod. Hát akkor hogyan tudtod meg, mégis megtanítani a klipát arra, hogy nem jó a kapni a megszerzés érdekében? Hogy ez nem jó. Csak a kapni akarás, a megszerzés az adni akarás érdekében jó. Csapásokkal tanítod a klipát. Csapásokkal. Tehát jönnek a csapások, és ezért a kapni akarás megváltoztatja a szándékát adni akarás irányába. Minden egyes alkalommal így ébresztik föl a klipát. Van valami más tanács? Na, mondjuk gyorsan egy tanácsot? Igen, de én ezáltal valami magasabbat is elvesztek, nem? Rav. Mégis, hogy tanítod meg a kapni akarást, hogy magasabbra emelkedjen? Fontosságot adok neki valamit, ami fontosabb. Adok neki egy fontosságot, oké? Még? Adjatok hozzá valamit? Tehát elveszítette a teremtő fontosságot. Nem. Nekem egy ízt kell adnom, hogy aztán elveszem tőle. Adok neki egy ízt, és elveszem. És mondja Rav, hogy újra akarja. Oké, na akkor keresi azt az ízt, amit elvesztett. Hát egy még nagyobb kitöltést akar, még nagyobb ízt akar abból, ami íz lett neki. Oké. Tehát kitöltést adok neki, ahogy az adakozásnak az íze finom, majd fogom, és elveszem tőle, ugye? Mert ő ezt megpróbálja megszerzésre fordítani. De ez még minden a klipa. Hát ez a klipa ezt akarja pontosan, hogy mindent megszerzésre használni. Na persze, ő mindenből kitöltést akar, gondoljátok végig. Nem hallak, mondja jó reggelt, Rav, kedves barátaim, világcsoport. A második megszorítás, a cincum bet, az pontosan ez az a folyamat, ami által a Malkut és a Bína összekeveredik, és akkor, mondja Morris, megszerzik a helyes szándékot egymástól, vagyis képesek a szándékot konvertálni, kapni akarásból adni, adományozókra fordítatják, és így módon a második megszorítás a megoldás. Ez korrigálja a klipát. Majdnem jó, amit mondasz. Folytatjuk Aris szavaival, hogy az Asszia világai azok mind klipának minősülnek ilyen módon. Az a hely, ahol az Asszia világa most van, tehát ahol most van az Asszia világa, az mind klipa. Azért, mert a tény, hogy hogy az Ahoráim állapotában vannak a Jecira edénye is, ők is a klipákban vannak elmerülve. Ugye ez a 14 szféra összesen, és a Jecira világa, amely a Mohinda hajával korrigálható, ő is csak az ő gárjában tud adakozni, azaz felülről lefele tud kapni fényt, mert az értelem fölé tud emelkedni, és a felsőbb ima el van rejtve, és ebből kifolyólag az Ahor a Hazadei Jecirától lefelé a klipák uralma alá kerül. És ezért, és az a Jecirának azonban csak a fele, nem a teljes Jecira, amelyik a klipákban merül. Az Asszia hasonlóan. Ennek megfelelően az Asszia világa a teljes Behina Dalet el van rejtve Radla elől, amely az Olam Asziát jelenti, és ez teljes egészében el van merülve a klipákban, mert a teljes része felülről lefelé a klipákban merül, amely azt jelenti, hogy a Melahaimok, a királyok a Leve Evenbe a kőszív uralma alá kerülnek. No, mi hazad egy szerelvi máta, vagy kicsor. Ken?
Oké, a Hazetei, a Jecire a melkasától lefelé, klipáról beszélünk. Ez volt Adam Harishon bűne, amely kiterjesztette a Garde Hayát, amely az Ahoráim állapotában ragyog az Asziában és a Jecirában, ami azt jelenti, hogy a párszától lefele az edények törését okozta. És ezáltal ő maga okozta az edények törését, mivel az összes szerve a klipákba volt belemerülve. Oké. Ez okozta a törést, a saját edénynek a törését, mondja Adam Harishon törését. Nyilván ő adakozási szándékkal kezdte ezt meg, teljes egészében, hogy minden kapni akarását adakozásra fordítsa, amelyekkel rendelkezett, amelyeket össze akart kapcsolni annak érdekében, hogy adakozzon. Ezeket mind invertálni akarta adakozásba. És igen ám, csak hogy amikor van egy teremtő, aki megteremtette ezt az egészet, és az összes vágyat megteremtette, nyilván nekünk az egész csoportnak a vágyat össze kell kapcsolni, és itt tudunk helyes módon cselekedni. És ezért kell kitölteni minden edényt a teremtő felé adakozás szándékával. Azonban látni kell, hogyha bizonyos edényeket mi kiválasztunk, akkor ezeket könnyű törésre vinni, ha mégis fényeket adunk neki. Ugyanis nyilvánvalóan az egyének, amikor az egyéni vágyakat próbáljuk meg összekapcsolni, nem egy közös vágy, egy közös dolog mentén, akkor törésre lehet. Ezért kell egyesülnünk. Tehát az egyének a vágyai nem vihetők adakozásba az egység nélkül, mert törés van. Azonnal törés van. Ha valaki úgy próbál meg fényeket bevinni az edényébe, hogy nem lép a közösségbe, a többieket törik. Tehát ezeket a dolgokat látva, az én nézőpontomból ezek a dolgok bennem úgy kapcsolódnak össze, hogy... Tehát, hogy én ezt értem. De hogyan tudok ebből a pontból kilépve a többiekkel kapcsolódni, hogy mindenki mással együtt lássak, hogy világos legyen nekem is, és a többieknek is ez. A teremtő nagyszerűségével kell foglalkozod, a csoportban való elmerüléssel, teljes szívvel kell érezned, hogy a csoportban hogy létezel. És ennek megfelelően kell a reformál fényt megszerezned, és le kell válnod önmagadról ilyen értelemben. Oké, na de én még mindig látom ezek a dolgokat, hogy én még mindig a teljes valóságérzékelésemben a saját nézőpontomban vagyok beszorulva. Igen, mondja rá. És mi ezzel a baj? Hát hogyan láthatok mindent együtt, a többiekkel? Hogyan jutatok meg a vágyak egységesítéséből számon a nézőpontot, ahonnan láttok mindent együtt a többiekkel? Hogy teljesen más állapotba kerüljek? Nem értem a kérdéset, mondja rá. Elmagyarázzál valaki, hogy mit kérdez a srác? Tehát még egyszer mondja, srác. Én úgy tapasztalom meg a világot, a valóságot, ahogy a saját szemem ezt megadja nekem. De ez mindig így van, mondja. Igen, na de akkor látom az összes vágyamat. Ugye látom a szikrákat magam körül, hogy ez milyen nagyszerűek. Én összegyűjtöm a darabokat ebbe a bankba, és én be is rakok ebbe a bankba a többiekkel, igen. De ez ugye az adakozás megkapom a többiektől. De amit ön mond nekünk, amely felé ön irányít bennünket, hogyan tudom én megváltoztatni azt, hogy már ezeket a dolgokat ne a saját nézőpontomból lássam, hanem hogy mindig ne a saját történetemből, a saját történelemből, a saját vágyaimból ítéljem ezt meg. Most se értem. Tényleg nem értem, mondja. Hogy tudom eltörölni az értelmemet? Hogy a fény dolgozni ezen, mondja. A fény megteszi ezt. Ne gondolj magadra. A fényt hagyd dolgozni. De azt nézd, hogy te mit tudsz adni. Mit törődsz azzal, hogy fog a váltás megtörténni? Ha több más emberre gondolsz, azt fogod észrevenni, hogy te korrigált leszel. Ez ennyire egyszerű. A fény megteszi ezt. Semmi nincs, mondja rá. Én, te, ő, miti, ők, az én edényem, a te edényed. Semmi nem fog történni, így gondolkodod. Semmi jó. Tehát neked magadat kell befektetni, és el kell merülnöd a csoportba. El kell tűnnöd a csoportba. Mint egy anya a gyerekével, így kell összekapcsolódnom. Tehát más módon is mondhatom ezt. Egy gyerek a felnőtthez viszonyítva. Tehát nem magadra gondolj. Oké, nem akarok én magamra gondolni, de hogyan tehetem világossá ezt a helyet, ami történik itt?
belész a csoportba, és a csoport, amikor felébred a kölcsönös adakozás ereje, ekkor ez a bínának az ereje jelenik meg, és akkor szentséggel hat át téged ez. Abban a mértékben, amilyen mértékben te képes vagy okozni, elkezdesz korrigálni. Te attól téged hat át a szentség, és a fényt kapod meg ezeken keresztül, a csoporton keresztül. És akkor előre haladsz. Ez az, hogy ez működik. Oké, na de még mindig vagyok én, meg a többiek, és közben velem szemben van, nincs más rajta kívül. Tehát, de ez mindig a saját szememben fogom ezt látni, nem? Tehát ha mindent összegyűjtök, mégiscsak én maradok a nincs mással szemben, és nem az, nem lesz mi. Ez nem igaz, mondja, ez nem így van. Akkor mi az igaz? Kérdezi a srác. Ha te belépsz a csoportba, és elveszted önmagad a csoporton belül, mit jelent az, hogy elveszed magad? Hát nem tűnsz el nyilvánvalóan, hanem, mi ezt így mondjuk, de az ego tűnik el, de te magad, önátadással, mindennel, amit te vagy, a csoportot kezded el szolgálni érdekében, hogy a teremtő feltárulását meg tud ragadni, akkor el kell képzeld magad, hogy én felkészülök erre, felkészülök arra, minden másra, valóban a teremtő feltárulását próbáljuk megragadni. Mit kell tennem, hogy feltárulok a teremtő? Tegyük ezt, tegyük azt, állandóan nyomom a csoportot erre, arra, amara. De ezáltal az egód az eltűnik, és az általános edénybe kezdesz el érzékelni. Ez az edény, ez a te igazi lelked, amit a többieken keresztül kapsz meg. De ez az edény ott van, ez már ott is létezik, magyarabb. Csak ha nem keresed, sose érzékeled. Tehát ezért, amikor te teljes mértékben erőfeszítést teszel, akkor megkapod az edényt, ez a feltárulás. Feltárulás. És ez a feltárulás, ez nem a te, attól függ, hogy a te barátod mennyire van inspirálva. Ez attól fog függeni, hogy te mennyit fektetsz be az összekapcsolódás velük. Erőfeszítést teszel teljes egészében, akkor elérsz egy erőfeszítési szintet, és akkor teljesé válik az, amit csinálsz, és akkor megkapod a teremtő feltárását. Mit jelent ez? Azt, hogy az edényeit korrigálódni kezdenek, és te adakozásba kezdesz el kerülni az egész közösség felé, a kapcsolatba kerülsz mindegyikkel, aki itt ül egy olyanfajta módon. Nyilván te fogod érzékelni azt, hogy már adakozol, ők nem biztos, hogy fognak. Ez, amit jelszikben, Rabbi Yossi ben Kizma, akkor magyarázni nekünk, hogy az egyén, ha a közösség erejével a közösségnek arra szintjére kerül, hogy már látja őket, hogy hogy működik egymás felé adakozásban, akkor tudja őket igazán szeretni. Tehát ilyen módon mindenkinek be kell fektetni a közösségbe. Mit? A teremtő nagyszerűségét. Tehát ezt mutasd nekik, és ezáltal... Ez az egyetlen dolog, amit akarsz, ezt kell megmutatni. A teremtő nagyszerűsége, mert ha az nagyszerű, akkor ez kötelez téged arra, hogy megtedd a saját dolgaidat, és hogy örömet akarja adni a teremtett lényeknek, és ilyen módon az ő számukra eléred az összetapadást. Oké, lassan be kell fejeznünk, mondja rá. Akkor menjünk át a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt. הנסתר לגלות
הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי ללו 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 כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות